Az iskola építése, az első kisdobos és úttörő avatás, találkozó Gazdag Erzsivel. A legelső emlékek a Bercsényi iskola 1983-ban kezdődő történetéből. Az intézményben fotókiállítás villantja fel az elmúlt 30 év legfontosabb eseményeit. Az első kosárlabda csapat megalakulása az iskolában, ami ugye fontos, a tornászok, tehát sportsikerek, különböző versenyek, történelmi versenyek már a kezdetektől szintén támpontot jelentettek az első időszakban. Az intézmény a Tolnai Módszer bázisiskolája volt a 80-as években. Később a sérült gyermekek oktatásával nyújtottak speciális kínálatot. A specialitásokat muszáj volt megfogalmazni és meglépni, mert a lakótelep előregedésével komoly tanuló létszám visszaesés következett. Egy fárpályázat révén akadálymentesek lettünk, és egy új európai oktatási formát választottunk, az integrált oktatást. Az iskolából 3 évtized alatt 2300 diák ballagott el. A kezdetben több mint 500 gyermeket befogadó intézménybe jelenleg 380 tanuló jár. Ebben az iskolában nem csak tanulmányi szempontból van rengeteg lehetőség, hanem tanulmányon kívül is nagyon sok programot szerveztek. Ma például iskolánk 30. jubileumát ünnepeljük. Iskolánkban nagyon élénk a diák élet, és nagyon sok szakkör található, mint például rajzszakkör, kosárlabda, pingpong edzések, és sokat lehet válogatni. A 30 éves jubileumra rajzkiállítást szerveztek. Az alkotásokon a névadót és korát jelenítették meg a gyerekek. Nagyon választékos technikával dolgoztak a tanulóink, a vízfestéktől a temperától kezdve a grafikus megoldásig minden egyes technikát kipróbálhattak. Ezen kívül az akkori kornak a viseleteit, a ruházkodását, az öltözködést, a cipőt, a legyezőtől kezdve mindent megörökítettek, ami arra a korra jellemző volt. A legjobb alkotások készítőit oklevéllel jutalmazták, és megemlékeztek Bercsényi Miklósról is, akinek nevét 25 évvel ezelőtt vette fel az intézmény.